Új kiadványjal bővült a Történelmi Magyarország felsőoktatási intézményeit bemutató könyvsorozat. A Rozsnyói Felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1814-től 1852-ig címmel látott napvilágot, a sorozat 19. kiadványa, amelyet Rozsnyón a Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában ismertetett a könyv és a sorozat szerkesztője. A mi kutatásunk célja az az, hogy a történeti Magyarországon létezett felsőoktatási intézmények, és ezt úgy értse, hogy Eperjestől Fiuméig és Pozsonytól Brassóig, ami 1850 előtt létezett, oda mind elmentünk, a levéltárakból, könyvtárakból, máshonnan megpróbáltuk összeszedni az eredeti forrásokat, ezeket lefényképeztük, és Budapesten ebből egy hatalmas elektronikus adatbázis készül. A több mint 190 oldalas könyv a Rozsnyói Bölcsészeti Líceum és a Püspöki Szeminárium máig feldolgozatlan 135 évéhez nyújt 40 esztendő történeti kapaszkodót. Az adattár 1432 hallgatót feldolgozó adatbázisában a társadalmi rétegeződés, a felekezeti hovatartozás, lakhely, a beiratkozás időrendje szerepel. A könyv befejező lapja is tartogatnak meglepetést. És inkább talán az érdekesség kedvéért mutatom, ezt itt nem lehet könnyen elolvasni, de 1840-ben a rozsnyói főbíró ír egy levelet a líceum igazgatójának, amiben tiltakozik az ellen, hogy a diákok pipázva és dohányozva járnak a városban, mert ez megzavarja a polgárokat. Ezek ilyen aranyos történetek, de ez is hozzátartozik a korabeli élet megjelenítéséhez. A Rozsnyói Szeminárium és Líceum szétaprózódott anyagát Kassán Budapesten és a Rozsnyói Püspöki Levéltárban gyűjtötték össze Lőrincsik Szilvia történész levéltáros segítségével. Az utókor számára mintegy 150-200 dokumentum maradt az egykori papi szeminárium anyagából, évkönyvek, naplók, tervrajzok. És pedig az első, amely 1803-ban készült, egy ismeretlen, illetve eléggé nehezen olvasható építészmester által elkészült alaprajz, és akkor 1807-ből szintén, és 1808-ban pedig már annak az épületnek az alaprajza, amely fel is épült, amely tervrajz meg is valósult 1814 novemberében, amikor az új épület felszentelésére kerül sor. A több mint 200 éves egykori papi szeminárium épülete ma is áll. A gimnáziummal szemben található a történelem viharaiban megtépázott, félig elhagyott épület. Átriumos udvaráról ma is beazonosíthatók a régi helységek. 1885-ben Podrácki István dolgozta fel a szeminárium történetét, és ez szerint be tudjuk azonosítani az egyes szárnyaknak, az egyes traktusoknak a helységeit, és itt tudjuk, hogy balra, a bejárattól balra voltak a diákok lakosztályi, tehát a három hálószoba, akkor itt a déli részen, a földszinten pedig a professzorok szobái, a vicerektor szobája, a vicerektor étterme, akkor a diákok étterme. Az emelete csak a későbbiekben, 1815-ben kezdték használni, és ott pedig a három tanár lakosztálya volt, és emellett még az osztályok és az iskolai kabinetek voltak. Ma már csak korabeli fotón látható a szeminárium barokk kápolnája, amit 1815. január 12-én szenteltek fel. Kívülről még jól kivehető a kápolna formája, ám belsejét tornateremmé alakították át, amikor 1945 után államosították az épületet. És még egy adalék a korabeli kisváros európai rangjáról. A Rozsnyói Felsőoktatás hallgatóiról készült könyv szerzője több mint 100 külföldi diákot azonosított, akik itt végezték bölcsészeti tanulmányaikat. Viszont az is érdekes, az engem is meglepett, hogy Galíciából, tehát a lengyel határ túloldaláról is itt több mint 130 diák volt. Ami persze azt jelenti, hogy nekik valószínűleg ez volt legközelebb, és az első lépés, tehát a bölcsészeti két tanévet, azt itt végezték el. A Rozsnyói Püspöki Hivatal és a Bányászati Múzeum szervezésében megvalósult könyvbemutatóra sokan eljöttek.
Nekem nagyon sokat adott, mert én mindig is tudtam, hogy Rozsnyó jelentős iskolaváros volt, és abban, hogy a Szögi professzor úr nekünk ennyi adattári lehetőséget biztosít, vagy pedig fog majd nyújtani, hát az, azt hiszem, hogy további tavatokat nyit meg előttünk a kutatásban. A Rozsnyói Bölcsészeti Líceum viszonylag rövid ideig, mintegy 40 évtizeden át működött, a papi szemináriumot pedig 1948-ban zárta be a kommunista rendszer. Bár a rozsnyóiak a legnehezebb történelmi időkben sem hagyták üresen templomaikat, a gömöri régió értelmiségének alapját adó mintegy 135 évig működő egyházi intézmény kutatásra váró iskola történetté változtatta a történelmi időt.